Koporsóhegyi túra páratlan kilátással, barokk műemlékekkel és bazalt orgonákkal. A Szentgyörgy-hegy a Balatonfelvidék tapolcai medence egyik vulkáni tanúhegye, és Badacsonyhoz hasonlóan itt is szőlők települtek a szoknyájára. Valamint, hogyha felmegyünk, akkor a hullámos fennsíkjáról megcsodálhatjuk hazánk egyik legnagyobb és legkáprázatosabb bazalt orgonáit. No hát akkor kezdődjék a túránk! A Balatonfelvidék egyik igazán érintetlen, nyugodt helye a 415 méteres Szentgyörgy-hegy, ahol nagyon is megéri egy hosszú túra alatt mindent felfedezni. A következő percekben tehát a második legnagyobb tanúhegy lesz a főszerepben, de a végére azért említem majd a badacsonyi kilátót is. A körülbelül 2 óra alatt bejárható bazaltorgonák tanösvény a néhai Raposkai bányától indulva mutatja be a 4 millió évvel ezelőtti vulkáni tevékenységnek köszönhetően létrejött hegy történetét. Közvetlenül a névadó bazaltorgonák alatt épült egy turistaház, a csúcsra vezető utat pedig több helyen lépcsőkkel tették könnyebbé. A túrát a 71-es főút kereszteződésétől kezdtem, tehát oda-vissza gyaloglok nagyjából 16 km, csak hogy legyen valami sport is a dologban. És hogyha fölérünk az első emeletre, vagy a hegynek az első szoknyájára, akkor nevezzük így, akkor elsőként a mögöttem található lengyel kápolnát csodálhatjuk meg, amely az 1760-as években épült, és mind a mai napig megőrizte eredeti formáját csodával határos módon, valamint innen nem messze, pár lépés, a Balatonfelvidék egyik jellegzetes barokk építészeti stílusú épületét, a Tarányi Présházat láthatjuk. Tovább haladunk ezen a szinten, akkor érdemes megnézni az 1901-ben létrejött oroszlánfejű kútat. Finom, hideg vizével fel lehet tölteni a kiürült palackokat. Egyébként a vize olyannyira sejmes, hogy a helyiek is gyakran járnak ide, több literért. Én is sorban álltam azért, hogy ezt a pár képkockát el tudjam készíteni. Felérek az orgonasípokhoz, érdekességképpen megemlítem, hogy az elmúlt évek viharos és jégesős időjárása miatt már itt is próbálnak védekezni a károk ellen. A szőlők felett, illetve mellett a kékszínű valami egy erős háló, ami véd a természeti csapástól. A sárga és kék jelzések között néhol szőlők, majd vízmosások mentén bandukolhatunk felfelé. Érdemes egy jól tapadós cipőt hozni a túrára. Ha meglátjuk a bámulatos kőzsákokat, akkor már tudjuk, hogy jó helyen vagyunk, főleg a kék jelzés mellett. Az már csak haba tortán, hogy menet közben egy szarvas családdal is találkoztam. Utólag is köszi srácok, hogy engedtétek a mesteri fotót. Hogyha felértünk a Szentgyörgy-hegy tetejére, akkor az orgonasípokkal, tehát a bazalt orgona oszlopokkal találkozhatunk. Ahogyan már említettem, 25-30 méter magasak ezek a természeti képződmények, és hogyha elég merészek vagyunk, ahogyan én tettem, akkor kijöhetünk ide a csapásokra is. Innen felejthetetlen a kilátás Badacsonyra, Gulácsra, Szigligetre és a Balaton víztükrére. És ha már Badacsony, akkor mindenképpen érdemes felkeresni a kisfaludi kilátót, főleg napnyugtakor.